Hát elmentem haza egy hónapra, mondhatnám, azt hiszem egy hónappal ezelőtt Csíkszeredában tartottam előadást, és nagyon nagy tisztelettel köszöntenék mindenkit. Nem tudom, ki volt az, aki már hallott az én előadásomat itt tavaly. Nagyszerű, tehát akkor azért vannak olyanok, akik nem hallották. Gyakorlatilag ez az előadás egy kicsiben annyiban más, hogy egy 3 éves időtartamot próbáltam összefoglalni egy előadásban, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, hogy épült fel tulajdonképpen egy ötletből, egy kudarcból ez a technológia. Én azt szoktam mondani, hogy az én kudarcom magában a sikeremnek a kulcsa is. Tehát azt tudni kell róla, hogy 2016 őszén az állományom 35%-át körülbelül be kellett csukni atkafertőzöttség miatt. És én akkor addig konvencionális szerekkel védekeztem, többféle hatóanyaggal, és elmondhatom, hogy nekem mondták, hogy miért nem váltottam. És mondtam, hogy hát miért váltottam volna hatóanyagot, mikor eddig működött. Hát kollégámnak 10 évig, nekem 8 évig működött, nem tudtam, miért kellett volna változtatnom hatóanyagot, de ugye ebben a pillanatban mihelyst egy jelentős veszteségem lett, elkezdtem azon gondolkozni, hogy ez így nem működik tovább. Jó, és egy pár szóban szeretnék először magáról, hogy mi is történt, hogy mitől történt ez a 35%-os veszteség. Tehát gyakorlatilag zatkáról egy pár szóban, én nem vagyok sem biológus, sem pedig állatorvos, sem tudós, én csak azt tudom elmondani, amit én a szememmel látok, amit tapasztalok. Tehát én csak egy egyszerű méhész szemével tudok beszélni önöknek. Tehát mitől lehet sokatkánk? Ugye mindenki azt mondja, hogy visszafertőződünk rablással, eltájolással, áttájolással, ezt fogadjuk el. Magas vegyszerterhelés kintről, ezt pont tegnap sikerült megbeszélni, méhek fejlődése elhúzódik, ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen, hogyha egyszerre veszítünk el egy nagyobb kiáró méhtömeget, a kaptárban maradó dajka, amelyek illetett különböző korosztályú méhek ugranak egyet, és beállnak hordani, viszont a bent lévő fiasításra kevesebb méh fog jutni, így valószínű, hogy hűlhet a fészeknek a hőmérséklete, tehát nem biztos, hogy az a méhtömeg tudja tartani azt a 35,5 fokos hőmérsékletet a fészekben, és ezért a fiasításnak a kelés ideje akár egy napot is el tud csúszni. Ezt nem én találtam, ezt osztrákok, tehát ezt bizonyították, hogy elhúzódik egy ilyen vegyszeres fertőzés, illetve mérgezés után a fiasításnak a kikelése. Ugye így mi fog történni? Egyik részről nem egy lányával jön ki az atka, hanem lesz idő a következő atkának is párosodni bent még a fiasításba, és így tulajdonképpen nem egy idős atka jön ki egy lányával, hanem akár kettővel is. Tehát ez így érthető, ugye dolgozó fiasításról beszélünk, tehát ami abban van, hogy elnyúlt a kelés idő, ugye be tud párosodni a következő nőstény atka is a hímatkával. Ugye elhúzódó őszi fiasítás, ez úgy gondolom, hogy ez mostanában már nem csak nálunk probléma. Tehát ahogy én voltam Csíkszeredában, ott is mondták, hogy az idén nem volt tél. Tehát ott is október, még akár novemberben is lehetett fiasítás. Nem hatékony atkaírtó szerek, tény, rezisztencia kialakulhat, már most azt mondják, hogy amitrázra is. Tehát akár 25%-os rezisztenciát is mondanak, hallgattam előadást róla. Ugye rossz atkaírtási stratégia, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nagyon sok méhésznek nincs is stratégia, hogy mikor írtok, mivel írtok, miért írtok, miért abban az időszakban írtok. Ugye záró kezelés elmaradása, mert hogy nem akkor záró kezel, amikor nincs fiasítás, hanem amikor tud. Mert éppen olyan az időjárás. Tehát nem tudja megnézni 150-200-500 családnál, hogy van-e fiasítás. Ugye kártétele, több vírus hordozója és terjesztője. Amit látunk legtöbbször, az a deformált szárny vírus, ugye megcsavarodott szárnyakkal. Amit nem látunk, és ami sokkal fontosabb én szerintem, hiszen erre nem nagyon tudunk rákészülni, rövidebb élethossz, gyenge immunrendszer. Nyugtalan telelés, elégtelen tavaszi fejlődés, összeomlók családok, negatív spirál. És akkor tehát eljutottunk ahhoz, hogy honnan jött az alapötlet, hogy én egyáltalán lezárkázzam az anyákat.
Kaptam egy ekkora halom könyvet, mi egészségügyi ismeretek, szemelmények külföldi tapasztalatok alapján. Azt kell mondani, hogy a 11. részben van egy ilyen nagyon picike cikke erről. És én ezt elolvastam és elgondolkoztam, először is azt nem értettem, hogy miért is csak egyszer csorgatnak az olasz kollégák, akik először ezt kitalálták, hogy lezárkázzák az anyát, mert hogy ha már kidolgoztam egy helyzetet, és van lehetőségem akár többször is kezelni, akkor miért nem használják ki? Ugye én ezt tovább gondoltam, és ugye a 16-os pusztulás után gyakorlatilag elmondhatom, hogy 2017-ben csináltam egy kísérleti hadcsaládból egy kísérleti csoportot, ott még akkor ezzel a fajta zárkával működtünk, ezt Oláh Ferenc kollégám csinálta nekem, és ebbe zártam le 6 anyát. A lényeg az volt, hogy kibírják-e 21 napot a zárkába, és hogy alapjába véve mennyi atka bújhat el az őszi fiasításba, egy szeptember közepi végi őszi fiasításba. Ezt szeptember 18-án zártam le az első anyákat, ahogy látszik ott, ugye nagyon szépen bele lett rakva, és majd erről lesz videó is. Nagyon szépen le lehetett fogni az anyákat, és hát vártam, eltelt a 21 nap, és hát vártam, hogy majd megszámoljuk azt a 200 darab atkát, ami lehullik. Hát nincs több képem róla, mert gyakorlatilag annyi atka hullott le róla, hogy nem lehetett megszámolni. És 2-3 keretben volt csak fiasítás. Tehát nem egy őrült nagy megterjedelmi fiasításokról beszélünk, hanem arról, hogy 3 keretre összeszorult fiasításba. Én azt mondom, hogy 1000 fölötti atka szám volt. Nem is készültek erről a családokról, vagy erről a kísérletről több kép, mert én meg voltam győződve, hogy nem élik túl a telet. Ellenben tulajdonképpen kiteleltek, és amit egyből észre lehetett venni, hogy nem estek össze a családok. Tehát ahány keretre takartam ősszel, annyira tudtam gyakorlatilag bontani tavasszal. És ez azóta is így van. Tehát már most állományi szinten zárkázunk, második éve, tehát... Na most, hogyha ilyen sikeres volt, hogy itt a 6 családból 6 túlélte, gyakorlati téli veszteség nélkül sikerült átvinnem őket a télen, akkor én úgy gondoltam, hogy ezeket külön is fogom kezelni, külön fogok velük dolgozni. Ugyanúgy beraktam az állományba, de pontosan tudtam, hogy melyik az a 6 család, ami kísérlet volt. És nagyon kíváncsi voltam, hogy egyáltalán van-e értelme annak, amit csinálok. Tehát lefogtam egy olyan anyát, amelyik le volt zárkázva ősszel, és lefogtam egy olyan anyát, ami nem volt lezárkázva ősszel. Na most ezt nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyár elején is kontroll zárkázás, tehát én nem zárkázok nyár elején, nem zárkázok akác előtt, nem zárkázok napraforgó előtt. Tehát ezt csak a kísérlet kedvéért fogtam le. Azt kell tudni, hogy arról a családról, ami nem volt lezárkázva, hogy június elején körülbelül 60 darab atka hullott le. Amelyik család le volt zárkázva őszre, arról meg 13. Tehát egyik szám se tűnik magasnak, de azt el kell mondani, hogy azért 1/5. És ugye még 2018-ban, akác után gyakorlatilag még védekeztem atka ellen, és itt már 2018-ban én felvettem a kapcsolatot Varsányi Szabolcssal, aki majd a következő előadó lesz. Tulajdonképpen a konvencionális szereket kizártam a kaptáramból, és csak oxásavval és csak szublimával védekeztem. Annyiba egyeztünk meg, hogy ne 7 naponta szublimáljak, de majd erről ő beszél többet, hanem 5 naponta, és én úgy döntöttem, hogy 4-szer szublimálunk 5 naponta, így gyakorlatilag egy teljes fiasításos időszakot bebírunk takarni a kezeléssel. És 2018-ban ugye napraforgó után már most kezdtek újra úgy kinézni a családok, ahogy régen kinéztek. Tehát tulajdonképpen szép népesek voltak a családok, vitálisak voltak, jó hordásot, és napraforgó után ugyanígy megkapták ezt a 4x5 napontai kezelést. Tehát 2018-ban még gyakorlatilag év közben is, és napraforgó után is kezeltem szublimálva. Na most ugye elérkeztünk oda, hogy 2018 ősze, ez szeptember 15-e, és hogy állományi szintű zárkázás, még ezzel a
hanem a rácsos zárkával, és közben ez felment az internetre, a Facebookra, aki tudja, tudja. Tehát itt azért én kaptam hideget, meleget, hogy mennyi idő, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És gyakorlatilag ebből indult ez a videózás, hogy meg tudtam ezt mutatni nekik, hogy azért ez nem egy őrült nagy mutatvány, de én mindig is azt mondom, hogy ami kritika, és nem pedig ellenségeskedés, azt el kell fogadni, és gondolkozni kell rajta. Mert én elfogadom azt, hogy én a 40-50 családommal még ezzel a módszerrel nagyon kényelmesen meg tudtam csinálni, ellenben váltottam, de egy 150-200-300 családos méhészet, neki ez nagyon lassú. De azért nézzük meg, hogy ez így is működik. Működik. Igen. Várjál. Vedd le az... Hogy hívják ott az hangot? Gyakorlatilag ez egy selejtezésre váró keretet használtam erre, hogy belehelyeztük az árkát előtte való egy, tehát előtte egy nappal, betettük a kaptár szélébe, és ezt utána nagyon szépen körbe fogják építeni, majd van róla kép. Ezt most is van, aki így használja, működik. Vedd le majd a... Gyakorlatilag ez így néz ki. Benne van már itt az anya, gyönyörűen körbe építik. Egyetlen félelmem volt, hogy teli hordják mézzel. Nem oldanak bele semmit. Nem tudom az okát igazán, gyakorlatilag ez 21 napig van bent így a kerettel, nem hordanak bele nektárt, nem hordanak bele semmit sem. És ugye jött a következő, hogy ez milyen borzasztó nehéz dolog lefogni egy anyát. Mindenki elfelejti, hogy ősszel már nem egy nyári állapot van, hanem összeszűkül a család 7-8-9-10 keretre, és azon belül van 3-4 keret, amin 90-95%-ot tartózkodik az anya, az a 3-4 keret az, amiben fiasítás van. És hogyha fölülről ránézek, akkor pontosan látom, hogy melyik lehet az a 3-4 keret, mert sokkal tömöttebbek a méhek, sokkal gyönyörűen látszik magának a fészek elhelyezkedése. És ugye ez is ugye a következő videó, ez arról szól, hogy 2018-ban, mert hogy mennyi idő ezt megcsinálni, hát én megmutatom, hogy ez körülbelül mennyi idő 2018-ban. És ugye itt már törtük a fejünket következő évre, hogy lehet ezen gyorsítani. Gyakorlatilag kaptárbontástól kaptárzárásig megvan ez a videó. Nagyon kicsi füsttel, és itt elég melegbe sikerült kimennünk. Ez szeptember 15-e. Ugye látszik, hogy még a kaptár szélébe is kint vannak a méhek, pont azon a kereten, amiben bele van vágva a zárka. És nem szoktam minden keretet egyből átnézni, hanem mondom, fölülről gyönyörűen lehet látni, hogy körülbelül hol kell ezt elkezdeni keresni. Gyakorlatilag itt majd a behelyezésnél látszik, hogy mi is ennek az árkának az egyik legnagyobb hátránya. Van, amikor az anya nem akarja. Tehát kicsit lassú, ezt el kellett fogadni. És ugye az a lényeg, hogy én úgy gondolom, hogyha gondolkozunk, nem pedig azonnal beállunk a saját véleményünk mögé, akkor nem szabad azt mondani, hogy akkor is így kell csinálni. Én úgy gondolom, hogy sikerült egy másik zárkát kitalálni, ami sokkal gyorsabb, sokkal precízebb, sokkal könnyebb vele dolgozni, akár nagyobb állományba is. Tehát itt már 2018-ban állományi szintű anyalefogás történt.
nem csak az én állományomat, hanem a kollégám állományát is, aki tulajdonképpen ugye egy kertben vagyunk, csatlakozott hozzánk még ugye a Szabolcstól 50 család, egy hölgytől, Szűcs Andreától 5 család, és gyakorlatilag erre a következő videóra még 300 család. Mert hogy eltelt 10 nap, és ez történt. Nem repülnek a méhek. Ott volt zöldítés, tehát ha akartak volna, hordhattak volna. És azért ezt 2017-ben én már tudtam, tehát gyakorlatilag nagyon rosszul néz ki a méhes, hogyha repül, nem repül. Mondtam is, hogy mondom, de jó, mondom, még ezt a 6-ot is sikerült kivégezni. De gyakorlatilag egy nagyon-nagyon laza telelő fürdbe húzódnak, mert miért repüljön ki? Befették az utolsó fiasításos sejtet, nincs miért kimenni, tehát nem kell gondozni. És ugye, bocsánat, egyel visszalépek. Tehát a 16. nap, ugye ha már egyszer lefogtam az anyát, ugye eltelt 16 nap, ugye akkor már csak kikelni tudnak az atkával együtt a méhek, alkalmas fiasítás nincs már arra, hogy elbújjon újra az atka, hiszen anya be van zárva, petézi nem tud. Akkor úgy gondoltam, hogy akkor itt egyszer leszublimálok, és majd lesz táblázat róla. Tehát a 16. napon megtörténik az első szublimálás. Ez egy nagyon fontos dolog, mert itt szinte az atkák 90%-át le is viszi. És ugye utána elérkezünk a 22. naphoz, és itt majd itt is látszik annak az árkának egy picikét a hiányossága, hát nem hiányosság, de tulajdonképpen azt a nútot elég szépen be. Ezzel indítom, Domi. Miért? Szóval látszik az az idő veszteség, amit ezzel az árkával el lehet érni, ami mellett attól függetlenül is azt mondom, hogy erre teljesen tökéletes volt, hogy gyakorlatilag propolisszal körbeépítik azt a nútot, és nehéz kinyitni. Tehát ezt egy nagyobb méhészetben ez rengeteg idő. És én el is indítanám, van itt nekem két zárkám, amik most működnek. Tehát az azért látszik pontosan, hogy az anya túlélte a zárkázást, túlélte a szublimálást, amikor még bent volt a zárkába. Ez körülbelül nekem ennyi ez a visszahelyezés. És van még egy dolog, ugye, ami itt a kerettel, ahogy visszaraktam, arra jó odafigyelni, hogyha valaki így csinálja, hogy nálam is előfordult. Egy olyan 10%-ba, és én ezért is döntöttem, hogy én ezt feladom, nem maga az árka miatt, hogy kiköltözik rá vissza a család. Tehát lemegy a fészekre, és ráköltözik arra a keretre, valószínű, hogy az anya termékszag ott azért a legerősebb, hogy visszamentek anyástól, tehát ők azt kibérelték, ott akartak maradni. Nos, tehát itt van ugye, ja, és akkor kiengedés után egy nappal következik a szublimálás, tehát anya lefogásától számított 23. napon, majd még egyszer a 27. napon, hiszen ha újra kezd petézni, ez körülbelül 10%-ban az elő is fordul fiatalanyánál, vagy nem pont olyan még a népösszetétel, gyakorlatilag a 27. napon alkalmatlan akármilyen a fiasítása, akárhogy indul el az anya arra, hogy az atka elbújjon benne. Tehát gyakorlatilag kétszer tudok 1000%-osan biztosan záró kezelni. Ami azért mostani viszonyok mellett én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tény volt akkor. És akkor itt van egy táblázat, ami ugye a felső három az az Andrának a méhei, az alsó 5 vagy 4 az az enyém, ez 2018-ban. Tehát az első fújás a 16. napi fújásra ugye 134, 647, 548, nálam ugye, én nem vagyok egy nagy atka számoló, tehát úgy
körülbelül 300-150-20, és a szaporításom az kevesebb, mint 20, ezt majd a 2019-es évnél el fogom mondani, hogy miért is. Ugye a következő szublimálásnál felhívott, hogy ez nem létezik, hogy ilyen kevés apkája legyen következőre, mondtam, hogy ennek így kell történnie. Ugye 42-121-19, nálam 40-20-6-2, majd az utolsó szublimálásnál 3-7-5-3-4-1-0. Ez 2018-as adat. Ez azért fontos, mert ugye mondtam, hogy 2018-ban még gyakorlatilag akárc után is védekeztem, és napraforgó után is védekeztem, és ugye lezárkáztam, és így. Ugye elértünk a 2019-es évhez, elmondhatom, hogy gyakorlatilag mindenki kitelelt. 2020-ban is most mindenki kitelelt. Tehát megkértek a Szabolcsék, hogy csináljak már kontrollfújást tavasszal. Az március 17-én történt az első szublimálás. Számoltam, hát nem számoltam, mert nulla. 21-én fújtam még egyszer. Megint eltelt az idő, megint nulla, harmadikat nem is fújtam. Tehát nem volt értelme gyakorlatilag tovább fújogatni, mert ha lett volna rajta jelentős mennyiségű atka, úgyis hullott volna ebbe a 10 napos idővallomba. És akkor itt van az, ugye mondtam, hogy figyelni kell a szaporításra. Atkamentes szaporítás. Tehát én nagybocsonádiban méhészkedek, én gyakorlatilag osztott rajokat csinálok. Kiválasztom azokat az anyákat, ami legalább harmadéves anyákat, amik addig jó termeltek, jó fejlődtek tavasszal, tehát én serkentek és tűzök. Gyakorlatilag nem rajzó hajlamú, mert hát harmadéves, tehát nálam van. Jó termelő képességű, mert nálam van, és nem tekertem ki a nyakát. És ugye attól választottam, tehát az 2019-es évben 5 ilyen családot osztottam szét, 16 rajra. Tehát május, ez példának van fölírva. Tehát május 1-én anyát lefogtam, május 6-án csak a fedett bölcsőket leromboltam, május 11-12-én család megosztása 3-5 keretre, és május 23-án, mikor kikelt az összes fiasítás a családba, ha be is párzott az anya, ha kiszámoljuk, akármilyen csoda történik, maximum 4 napos lehet a pete. Tehát megint csak ott tartunk, hogy nincs alkalmas fiasítás arra, hogy elbújjon az atka. Tulajdonképpen 100%-os fiasításmentes időszakban tudok kezelni egy 3-5 keretes rajt. Leszublimáltam. És tulajdonképpen ez adta a termelő családjaimnak a kontrollját is, hiszen a legjobb családjaimat áldoztam fel erre, legörökebb anyával. Ehhez tudni kell még azt, hogy ez egy kísérlet is volt, tehát szétvittem ezeket a rajokat 4 méhészetbe, bekéreckedtem. A visszafertőződés érdekelt igazán, hogy körülbelül az, amiről beszélnek, hogy mindig már májusban vagy kirepülés után védekezni kell, mert akkor a visszafertőződés. Hát erről született egy újságcikk, és majd megmutatom, hogy tulajdonképpen mennyi atka lett rajta összesen. És ugye 2 gram oxál savat használok, és ezek egy fújás kaptak. És a 75 keret mély, tehát a 16 raj, akármelyik telephelyet néztem, összesen 39 atkát sikerült róla leírteni. Tehát az őszintén szólva, tehát 2019-ben én elengedtem erre az atka számra az akác utáni védekezést. Természetesen kontroll volt, de tehát nem fújtam állományi szinten. Tehát családonként 8 darab atkát nem lehet lefújni. Ez az én véleményem. Tehát, és ezt át is annyit elmondanék, mert ez majd következő kollégának lesz a reszortja, hogy oxásabban védekezek és a saját egészségem érdekében gumikesztyű és maszkot használok, de majd erről biztos, hogy bővebben fog beszélni. Nos, még egy dologra jöttem rá 2019, hogy nem mindegy, mikor kezelek. Ez egy nagyon fontos dolog. Látszik, hogy én fészek közepére fúrtam egy lyukat, az be van dugva füldugóval,
és látszik, hogy milyen sok méhecske van bent, és itt már nem is olyan sok. Tehát, hogy kijutottam hajnal 3-kor, összeraktam agregátor, szublimáló, felmelegítettem, beöltöztem, és örültem neki, hogy mindenki bent van a családba. Méheknél, rostaszövet alatt ülő méhek voltak mindegyikbe, és hát lefújtam, majd eljött az atka számolás ideje, és láttam, hogy jól csináltam. 1, 3, 5, 2. Majd átadod, hogy csak lefújjam őket még egyszer, de akkor már csak 9 órakor délelőtt tudtam, mikor megindult a járás, kijáró méhek kimentek a kaptárból, gyakorlatilag a dajka méheket és a bent lévő méheket sokkal könnyebben tudtam lefújni, átfújni a fészket. Mindjárt következő számolásra 28, 56, 47. És ez napra forgón, tehát azért mondom, hogy ott se tűnik ez soknak, de azért ez tud meglepetést okozni, hogy minél kisebb egy méh tömeg a kaptárba, annál hatékonyabb lesz, hiszen egy adott méhre vetítve nagyobb mennyiségű hatóanyagot tudok rájuttatni. És az sem mindegy, hogy melyik méhre juttatom rá. Hát azt azért tudni kell, hogy én, ez az én véleményem, hogy évközben is, ha nincs felszaporodva az atka, az nem a kijáró méheken lesz. Az ott kikelt méheken fog tartózkodni, és az a dajka méheken fog lenni. És ugye 2019-es változtatások, ugye sokan mondták, hogy sok idő, hogy leragasztják, beragasztják, mi is észrevettük. Hát akkor csináltunk ilyen húzalpálcás zárkát, már mint én. A másik felső keretrészre van ráütve, nem kell vágni a keretet, nem kell gyakorlatilag utána tárolni, nem kell olvasztani, nem kell mindig válogatni, hogy most selejt keret, nem fog ráülni a család, mert ez kis helyen elfér utána. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy magába ezen be lehetett változtatni, gyorsítani, sokkal könnyebb kinyitni, bezárni. Attól függetlenül működik így is. Tehát, hogyha valaki így szeretné, mert ő azt mondja, hogy így mélybarátabb, akkor nyugodtan lehet így is használni. És csak ugye megvolt az előző videó 2018-ban, hogy körülbelül lehetett látni, hogy azért volt, úgyhogy nem működött az a berakás olyan pontosan, olyan gyorsan. Ezt a videót, ezt már Hevesi Misi készítette. És ez már 2019-es. Látszik, hogy pici helyen elfér. Nem kell rá előkészülni. Kirakosgathatom a kaptár elejé, vagy a tetejére előre. Felhívnám a fiasítás méretére a figyelmet, hogy a szeptember közepe, és olyanból van 2-3 a családban. Az arra is, hogyha valakinél van a zárka, az egy akkora tenyérnyi zárka, az 7-800 darab sejt. Nagyon fontos, az anyát mindig be a fészek közepére rakom. És ugye én használok távtartót, hogy nehogy véletlen, hogy összenyomjam a keretekkel, mert akkor ugye nem tudnak bemenni hozzá gondozó méhek. Tehát az nagyon fontos, hogy meglegyen az a távolság a két keret között, tehát ami az anyát tartalmazza, és ugye a két szélső keret között, hogy be tudjanak hozzá menni a méhek. Tehát látszik, hogy sokkal gyorsabb lett, sokkal pontosabb lett, kiengedés ugyanennyivel legalább gyorsabb. Tehát itt most már azért azt mondom, hogy ez egy nagyobb méhészetben is alkalmazható. És ez történik körülbelül a kaptárba, hogy a zárka alá, illetve magába az egész kaptárba, akármilyen meleg van, van egy másik előadás anyaga is, 26-27 fokba videóztam, és
gyakorlatilag ilyen nagyon-nagyon laza fűrben vannak a méhek. Tehát rendezgetik ott a soraikat, rendezgetik a fészket, de tulajdonképpen nem repülnek ki, betöltik a szerepüket, kikelnek és telelő méhek lesznek. Ugye nincs újra petézés, nem kell virágport hordani, nem kell nektárt hordani, nem kell fiasítást gondozni. Tehát ők úgy köszönik szépen, telelnek. Tehát hát nálam ekkorát építettek rá 21 nap alatt, de gyakorlatilag volt, akinél nagyobbat is ráépítettek. Magába a zárkába nem építkeztek a méhek. És ugye itt van a 2019-es táblázat, ami egy következő dologra is felhívja a figyelmet, mégpedig a visszafertőződésre. Ugye ez az én táblázatom, ugye 5 család, 320, 257, 550, 400, 420. Ez úgy ennyi, hogy ugye csak napraforgó után kezeltem. Tehát akác után nem volt kezelés, csak 4 szublimálás után. Ennyi volt az összes atka. Következő ellenőrzésnél 10, 33, 70, és a 400-ra jött egy 660-as hullás. Tehát biztos vagyok benne, hogy ott sikerült egy ilyen kisebb atkarajt befogni. Annyira azért nem lettem ideges, mert tudtam, hogy fiasításmentes az állományom, hiszen ez pont a 22. napi vagy 23. napi szublimálás. Ellenben jött az ötlet Andreától, hogy akkor próbáljuk meg, hogy mi volna, hogy 25 napra zárnánk be az anyát. Ugye Szabolcsnál később fogtuk le, ő mindjárt 100 családnál 25 napra zárkázta az anyát, hogy még egyszer tudjunk biztosan fiasításmentes időszakba kezelni. Akkor ugye én megnéztem az állomány, következő fújás ugye 0, 5, 1, 65, 8, ugye a 65 az még kiugró a magas telelőnek. És október 21-én én is lefújtam 4-1-ére is, de nálam nem indultak újra az anyák. 3, 0, 1, 2, 9, tehát én itt fejeztem be, nekem ez volt a záró kezelésem is. Mik az előnyei ennek a módszernek? Tehát nem típusfüggő. Tehát aki a legtöbbet lefogta eddig, az egy 420 családos méh, és az félkeretes rakodóba fogta le. És nem első évben, hanem már második évben, mert 2018-ban 300 családot fogott le. Fiasításmentes állomány. Itt alapjában véve a kulcsa az állomány, tehát az, hogy én eldöntöm, hogyha 15-én lefogom, akkor tudom azt, hogy 21 nap múlva ott nincs fiasítás. Akármilyen idő van. Mert akár van zöldítés, akármi, ott akkor nincs fias. 10. nap után kijárás legalább 90%-kal csökken. Lehetett látni videón, tehát ki fognak tájolni, szublimálás után vízért ki fognak menni, de magában nektári virágkorért nem megy ki. Legalábbis sokkal kisebb mennyiségben mennek ki a méhek. Élelmet spórolok vele. Gyakorlatilag amiért én csináltam, minden atka a méheken ül. Nincs fias, nem tud elbújni. Minimum 2-szer, de ugye most már elmondhatjuk, hogy 3-szor. Teljesen fiasításmentes írtás. Ez én úgy gondolom, hogy egy átlag méhészetben, ha csak a természetre hagyatkozik, az luxus. Tehát ilyen nem nagyon tudok elképzelni most, jelen állás szerint, kivéve ott, ahol szeptemberben megállnak az anyák, mert olyan hideg van. Viszont ott a kezelésnek a hatékonysága az más. Nyugodt telelés. Tehát én amióta így csinálom, nekem a családjaim ahány keretet akarok ősszel, annyira bontok tavasszal. Tehát ha 9-9, ha 7-7. Hátrányai meg kell csinálni. Tehát az őrült nagy vitát kavart, mert állandóan ugye azoknak az embereknek a hangja hallatszik, akik legtöbbször azt mondják, hogy miért nem lehet megcsinálni. Én azoknak a kritikáját fogadom el, akik azt mondják, hogy hogy lehetne megcsinálni, esetleg jobban, gyorsabban. Másik dolog, ami nálunk előfordult, illetve nem a mi méhészetünkbe, de felhívták rá a figyelmet, kutatásra figyelni. Egyértelmű. Tehát amikor én anyát lefogok, én csak anyát fogok le. Tehát nem méhészkedek, csak azt csinálom, próbálom minél jobban, minél kisebb szétpakolással, minél gyorsabban megcsinálni, takarok mindent, amit kell. És tulajdonképpen itt összeszedtem magát a technológiát,
Ugye zárkázás követő 16. nap, az atka csak kikelni, de elbújni nem tudnak, minden fiasítás fedett, ez az első szublimálás. 22. nap, anya kiengedése, állományszintű fiasításmentes állapot, minden atka, ami maradt a méheken ül, nincs számára búvóhely. Második szublimálás, anya kiengedését követő nap. 27. nap, maradék atka leírtása, ha az anya petézni kezd a kiengedés után, az atka számára 8. napig nincs megfelelő fiasítás az elbújásra. Harmadik szublimálás. Ez a tek, és ugye most már mondhatnánk, hogy 31. napon is, ha 25 napra zárkáztam az anyát. Ez a technológia 19 olyan napot ad, amiből 12-ben csak kikelni, de elbújni nem tud az atka, és 7 olyan napot, amikor minden fiasítás kikelt, minden atka a méheken ül. Ez szabad préda. Tehát ezt csak ki kell használni. És én kaptam fényképeket, ezek mostani tavaszi felvételek, azért, mert nem nagyon szoktam így összehasonlítani, de ezt pont egy olyan embertől kaptam, ez a mi méhész egyesületünknek az elnöke, és azt mondta, nyugodtan tedd bele, azt mondja, 3 anyát nem tudtam lezárkázni, én nem mondom, hogy azért, de a zárkázók is egyformán indultak ősszel a télnek, ugyanúgy kezelte atka ellen, tehát kezelte atka ellen, a zárkázott család az a jobb oldali, amit nem zárkázott, az pedig összeesett olyan 3 keret, fél keretre. Elindítottam. És én ugye februárban megnéztem a méheimet, az virágkoros lepény. Ezek most körülbelül így néznek ki. Ez 7 keret nagy bocsonádi. És én itt mindig meg szoktam köszönni azoknak is, hogy akik segítenek. Ezt a messenger üzenetet kaptam attól a 420 családos méhésztől, hogy egy következtetés levont, ez a következtetés, amit levontunk, ezek alapján amennyiben az előző évi zárókezelés anyagú volt elvégezve, nem elegendő a minimális atkakezelés az évben, viszont ha tisztességesen el lett végezve a záró, akkor minimálisra szorítható. A kezelés mennyisége és gyakorisága, itt megjegyezném, hogy soha nem töltöttünk ilyen kevés időt atka kezeléssel egy családra vetítve, a zárkázási időt is beleértve, mint idén. Ez Tukácsi, ifjabb Tukács Imre, ők a 420 családos méhészet, akik másodjára is lefogták. Tehát tavaly 300 családról, 2019-ben 420 családról. Tehát én azt úgy gondolom, hogy ez egy működő technológia lett, és ugye úgy gondolom, hogy ha én állok egyedül a kaptár mögött, és kiabálom, hogy van nekem egy nagyon jó ötletem, de nincs, aki támogasson benne, akkor tulajdonképpen belekiabálhatom én azt a kaptárba is. Abból nem lesz semmi. És akkor én meg is köszönném a Szabolcsnak, Szűcs Andrának, Hevesi Mihálynak, aki cikket írt, a Ferinek, Ábrahám Péternek, ugye, aki nem esett szó, ő volt az első, aki nagy meglepetésemre felkért előadást tartani, Ernőnek, aki kihívott ide már most másodjára, és az összes méhésznek, aki eddig meghallgatott minden egyesületnél, mert úgy gondolom, ez az én gondolatom, hogy én itt hiába mondom el, ha senki nem próbálja ki, de az a tapasztalat, hogy egyre többen és többen csinálják. És még egy dia, 2017-ben volt 6 család, 2018-ban körülbelül 500 család, 2019-ben, amiről mi tudunk, az 7-10 000 család, amit lezárkáztak az anyát, és 2020-ban gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mennyi lesz. És én nagyon szépen megköszöntöm a figyelmet, remélem, hogy így is, hogy csak egy összefoglaló volt, azért tudtam olyanoknak mondani, akit a technológiát, aki nem hallotta még.